Oké. Hát akkor egy nagyon szép jó reggelt kívánok mindenkinek, azoknak, akik itt vagyunk a helyszínen, és nektek, akik hallgattok és néztek bennünket határainkon belül és kívül, ez az eredményes élet találkozó. Bocsánat, hogy kabátban vagyok, nem tiszteletlenség, de nagyon hideg van itt, és köszönjük azoknak, akik itt vagytok a helyszínen, hogy eljöttetek. Holott tudtátok, hogy azért nem lesz meleg, itt nincs fűtés. És nagyon irigykedünk, hogyha valami meleg országból nézed ezt a felvételt. Ne is üzenj nekünk, mert... ne. Csak egy... Két bejelentés így az elejére. Az egyik az, hogy jövő pénteken nem lesz eredményes élettalálkozó. Következő évben jövő évben találkozunk, 2013. januárban. A Sanyi hamarosan jön, mondta, kicsit késik, úgyhogy most nélküle kezdtük el. Van még egy másik bejelentés, a második konferenciánknak a filmje fönn van most már teljes egészében a YouTube-on és a Facebookon. Facebookon a Vissza a valósághoz munkacsoport, meglepő módon. És a YouTube-on YouTube.hu per WAV csoport, VAV csoportnál találjátok meg. Azt nem tudom, hogy a honlapunkon a visszavalósághoz.hu-n fenn van-e már, abban nem vagyok biztos, de itt megtaláljátok a konferencia anyagait, és hamarosan DVD-n is kiadásra kerül. Oké. Hát, hogyha ezt a felvételt hallgatjátok, akkor a legutóbbi világvége dátum sem jött be. Még estig. Azért mondtam, hogyha tudod, hogyha ezt a felvételt hallgatjátok, az valószínűleg szombaton lesz, úgyhogy ez sem jött be. Bármikor bejöhet. Ó, Uram, segíts! Ne. Egy üzenet. Reméljük, hogy lesz. Imádkozzunk egyet. Az mindig segíteni szokott. Drága Urunk! Köszönjük, hogy eljöttél közénk. Köszönjük, hogy úgy döntöttél, hogy 2000 éve megszületsz. Micsoda megoldás. Nem számítottunk rá, hogy így fogsz kisgyerekként megérkezni. Te mindig meglepsz bennünket. Soha nem számítunk a cselekedeteidre. Mindig van egy saját elképzelésünk. És Uram, csak add, hogy ne a saját elképzeléseinket kövessük, hanem téged. Add, hogy elismerjünk téged annak, aki vagy. És kérünk, hogy áld meg ezeket a drága embereket, akik itt vannak. Köszönjük Gáborékat, Kiskunfélegyházáról, Kecskemétről, hogy itt vannak velünk, barátaink. Köszönjük, hogy elhoztad őket, és vigyázz majd rájuk visszafelé az úton. Áld meg mindazokat, Jézus, akik hallgatnak és néznek bennünket. Vagy neki gazdagon. Köszönjük a barátságukat és a támogatásukat. Áld meg Sanyit, ahogy idefelé tart. Köszönjük, hogy van nekünk az eredményes élet találkozó. Ez biztos, hogy a te terved volt. Köszönjük, hogy van a gyülekezet. Köszönjük, hogy szólsz hozzánk. Köszönjük a Bibliát. Köszönünk mindent, Jézus. Hálásak vagyunk és szeretünk. Te nevedben imádkoztunk. Ámen. Hello, Sanyi. Itt van Sanyi. De jó. Szia. Rövid leszek. Tök jó. De hol tartottunk? Ja, stílszerűen a karácsonyról csak néhány gondolatot engedjetek meg. Múltkor már így említettem, amikor az első szeretetről beszéltünk, csak valahogy elkanyarodtam, hogy nem sokára szenteste van, és úgy az emberek összegyűlnek, tudjátok, és szeretetről beszélnek, és megtelik a szívünk valami hasonlóval. De a világ próbálja üldözni a szeretetet, és ez az ünnep annyira jó, hogy emlékeztet minket arra, hogy lehet, hogy mégiscsak van szereted. Csak éppen rossz helyen keressük. Az első szeretetet keresi a világ. És karácsonykor szó esik az ajándékokról, szó esik a Jézuskáról, tudjátok, az angyalkákról, meg a Mikulás, meg ezekről a dolgokról, de ugye az első szeretetről nem nagyon beszélünk, és kérlek, hogyha hallgatod és nézed, akkor a családodba beszélj az első szeretetről, hogy Isten előbb szeretett bennünket, mint ahogy mi egyáltalán tudtunk volna róla. Hogy Jézus Krisztus annyira szeretett bennünket, hogy eljött,
eljött értünk a megmentésünkre. Mondd el a gyerekednek, de mondd el a barátodnak, mondd el a szomszédodnak. Tudod, ne félj. Tudod, a világ azt akarja, hogy féljünk a hirdetni az evangéliumot. És hogyha nem vagy hívő, akkor is azt akarja, hogy félj. Beszéltünk erről az idióta világ végéről. Ez ma van, te jó ég, tudod, 21-e. Valami, van egy ismerősöm áttételesen, illetve én nem ismerem, hanem valaki ismeri, hogy egy pincébe kucorog az illető két napja konzervek között. Emberek félnek, tudod, komolyan vesznek fenyegetéseket. A világ, a sátán azt akarja, hogy félj. Tudod, a Biblia rengetegszer mondja, hogy ne féljetek. És csak nézzük meg, hogy így mi történt, amikor tudod, Jézus megérkezett közénk. Lukács 2-ben a pásztoroknak az angyalok, amikor jelentik Jézusnak a megszületését. Valának pedig a pásztorok, ez a 2:8, Lukács 2:8-ban. Valának pedig a pásztorok azon a vidéken, akik künn a mezőn tanyáztok, és vigyáztok éjszaka az ő nyájuk mellett. És ímé az Úrnak angyala hozzájuk jöve, és az Úrnak dicsősége körülvevő őket, és nagy félelemmel megfélemlének. Tudod, az emberek mindig féltek. Teljesen mindegy, hogy mi jött, az emberek féltek. Tudod, megláttak egy angyalt, féltek. Tudod, minket is megpróbálnak félelemben tartani. Gazdasági válságtól, félj a gazdasági válságtól, félj a terrorizmustól, félj attól, hogy Iránnak atomprogramja van. Tudod, félj attól, hogy kinyeri a következő választásokat, tudod, és csak körülvesznek bennünket a félelemmel. Miért? Miért? Azért, mert egy olyan embert, aki fél, az könnyebb irányítani. Tudod, csak ne engedd, ne hagyd, hogy félelemben tartsanak. Tudod, Józsuénak is mondja Isten, hogy ne félj. Ahogy Mózessel vele voltam, veled is veled leszek. Tudod, és ez nekünk is szól, ezt leginkább magamnak mondom, mert én is hajlamos vagyok a félelemre. Tudod, nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel. Néha félünk mi is. Oké, semmi baj. De Isten azt mondja, tudod, hogy Józsué, ahogy Józsuéval vele voltam, ahogy Pál apostollal vele voltam, ahogy Péterrel vele voltam, tudod, Gábor, veled is veled leszek, Laci, veled leszek, tudod, ugyanúgy veled leszek, ne félj. Tudod, és mondta az angyal nékik, a pásztoroknak, akik megijedtek, ne féljetek, mert íme hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lészen. Öröm volt a mennyben, amikor eljött Isten. Tudod, Isten örömmel jött közénk. Tudod, csak nem tudom, elképzelem, hogy ő megérkezik örömmel, mi pedig megöljük. csak annyira fura, hogy ő örömmel eljött közénk, de mi nem tudtunk neki igazán örülni. Minek tudsz igazán örülni? Tudom, meg lehessen fogni. Legyen valami hasznunk belőle, úgy értem, ne gyere nekem a hittel. Legyen valami gyakorlati hasznom benne, mit szólsz ehhez? Ti őrültek vagytok, keresztények, ezzel az örömötökkel. Jézus eljött, és ennek örülsz, tudod, ennek örülsz. Tudod, hogy annyira érdekes az embernek az öröme, hogy miből fakad az örömöd. A boldogságot keressük. Olyan mulatságos, a boldogságot, örökké való boldogságról beszélünk emberként, amikor még igazi örömünk sincsen. Olyan fura, de lehet örömünk egyébként, hogy ne lehetne. Erről szól a keresztény életünk. Tudod, erről hazudik sátán, hogy a keresztény élet az örömtelen, hogy az elvesz tőled valamit. Tudod, hogy mondj le mindenről. Persze, mondj le olyan dolgokról, ami nem az igazi örömnek a forrása, de én most így visszatekintettem év végén akaratlanul is, leszoktam a fogadalmakról, de nagyon volt egy fogadalmam, erről mindjárt beszélek röviden, de hogy visszatekintettem erre a 2012-es évre, figyeljetek, állati sok örömöm volt, nagyon sok öröm, csodák között jártam, dicsőség Istennek, volt sok félelmem, voltak dolgok, amik elvesztek az életemből, és szomorúságot okozott. Voltak nagyon-nagyon nyomorult napjaim, sokszor meg volt törve a szívem, de mindeközben volt egy örömöm, volt egy meggyőződésem, és biztos voltam abban, hogy a dolgok, amiket most így kárnak ítélek, tudod, hogy azok a hasznomra voltak. És látom Isten hatalmas munkáját az életemben. Látom, érzem a szívemben, ahogy 2000, és bocs, hogy magamról beszélek, nem nagyon szoktam, csak hogy, és tudom, hogy ez
tudom, hogy tudod, hogy miről beszélek, csak hogy bátorítsuk egymást, hogy Isten valami hatalmas dolgot végez el a szívünkben. Valami elképesztő dolgot végez el a szívünkben. Hogy igazi örömünk lehet a bánatunkban is. Őrület, nem? Hogy tudod, amikor kijövök egy próbából, akkor megkönnyebbülök, de azt mondom, hogy nyomorult volt ez a dolog, amiben benne voltam, de nem cserélném el semmiért. Azért, mert tanultam valamit. Valami fontosat, tudod, Istenről. És volt egy fogadalmam, nem most, hanem néhány héttel ezelőtt, hogy 2013 legyen az az év, amikor még közelebb húzódok Istenhez. Tudod, hogy ha van, tudod, annyi mindent megfogadunk, hogy még nagyobb, mit tudom én, tudjátok, miről beszélek, rengeteg mindent megfogadhatunk, de 2013 legyen az az év, amikor közelebb húzódunk Istenhez. Tudod, Zsoltárok 2.12, csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjon, és el ne vesszetek az úton, ezt mondja a Zsoltáros. Hogy sok mindent csókolunk, a pénzünket, a házunkat, az autónkat, a feleségünket, ha van, és ez rendben van, ne érts félre, persze, de hogy csókold a fiút, aki eljött érte. Csókold a fiút elsősorban. Hogyha nem ő van az első helyen, ha nem az első szeretet van a szívedben, akkor csak az üres karácsony ünnepe marad neked. A fenyőfa, a becsomagolt ajándékok, ami, ne értsetek félre, tök jó, rendben van. De ne ez legyen az életed centrumában, ezen a napon. És még egy dolog, hogy Zsidók 4-ben két dolog. Egy, hogy amíg tart a ma, tudod, nem tudjuk, hogy lesz-e holnap, nem a világ végében bízunk, hanem az életünk törékeny, hogy pókfonálon függ. Honnan tudod, hogy holnap felébredsz? Én sem tudom. Legyünk józanok. Amíg tart a ma, addig húzódjunk közel Istenhez. Amíg tart a ma, addig fogadjuk el az első szeretetet. Amíg tart a ma, addig adjuk tovább az első szeretetet egy másik embernek. Tudod, itt van a világ vége. Láttál olyan embereket, akik másképpen viszonyultak az embertársukhoz? Tudva, hogy már csak egy nap van hátra, és félt a világ, de az emberek semmit sem változtak. Az emberek éppen úgy viszonyultak a házastársukhoz, a munkatársukhoz, a barátukhoz, barátjukhoz, nem szűntek meg a gyilkosságok, nem álltak le a háborúk. A világ nem változik semmit. Hiába világ vége, tudod? Az ember nem változik semmit. Semmit. Ezek csak átlátszó szlogenek. Az első szeretet, hogy csókoljátok a fiút. Csókoljátok a fiút. És Zsidók 4-ben írja még a zsidó levél szerzője, és ezzel fejezem be, hogy bizalommal járulhatunk a kegyelem királyi székéhez. Mi hívők, bizalommal, tudod? Mert eljött Isten. Örömmel jött el. Örömmel halt meg értünk. Nem keseredett meg a kereszten, tudod? Örömmel tette ezt, hogy nekünk is legyen egy örömünk. És ahogy az angyal mondja, hogy nagy örömet hirdetek nektek. Hé, mi járhatunk ebben az örömben. Fütyülj arra, hogy mit mond a világ. Engem nem érdekel. Járjunk ebben az örömben. És 2013-ban is lesznek nehézségeid. Oké, és most magamnak beszélek. Lehet, hogy nektek nem. De lesznek, készülj fel rá. Lesznek nyomorult pillanataid. Lesznek keserűségek, lesznek csalódások. De egy valami meg lesz neked egész biztosan. Isten szeretete. Az öröm, hogy ő munkálkodik a szívedben. Figyelj is, húzod közelebb 2013-ban. Mert 13 végén, amikor visszanézel, akkor látni fogod Isten csodáját az életedben, és azt a munkát, amit elvégez a szívedben. Amen. Köszönöm. Drága Sanyi, kérlek. Köszönöm a figyelmet. Engedelmetekkel fenntartom a kabátomat. Sziasztok! Jó reggelt! Isten hozott! Az a baj Ernővel, hogy amikor beszél, akkor mindig két-három üzenet születik bennem. És azt, amivel eredetileg készültem, azt kidobhatom. Sziasztok! És nagyon szépen köszönöm. Hála Istennek Ernőért. Nem a víz miatt, hanem az üzenet miatt. Ja, és nem az üzenet miatt, hanem a barátsága és az élete miatt. Úgyhogy
Egy nagy dolog, amikor így felfedezzük, van egy ilyen furcsa fogalom azoknak, akik egy ideje járnak már gyülekezetekbe vagy gyülekezetbe, annak nem olyan furcsa, de minden normális embernek az a Krisztus teste, a gyülekezet. És hogy ennek ilyen nagyon nagy jelentősége van. És Pásztor Majoros Kendétől, attól a férfitől, aki talán a legtöbbet fektette be mindannyiunk életébe, halljuk rengeteget, hogy a gyülekezet, hogyha nincs meg neked a gyülekezet, akkor valami alapvető hiányzik, hogyha a gyülekezetet nem látod, nem látod a kincset benne, akkor valami nagyon fontosról még lemaradtál. És ugye mindig alázattal elfogadjuk a tanítást, de én bevallom őszintén, ezt sokáig nem értettem. Tehát a gyülekezet rendben van, bejövök, itt van 500 ember, jó esetben. Volt olyan idő. Hát azért most is néha van, nem? Inkább 300, na mindegy. Nem itt, hanem a gyülekezetben. És hát ez csak sok ember együtt, és persze mind a legtöbbjük hívő, és keresi Istent, de hogy pontosan hol van a kincs ebben, tehát pontosan hol van az, amiről Pásztor Kende beszél. És egyrészt nem egyszerű látni és felfedezni, mert egy rejtély, egy természet feletti dolog, amit könnyű emberi klisékkel helyettesíteni. Tudod, a gyülekezet az olyan, mint a sportklub. Klassz emberekkel találkozom, és értelmes dolgot csinálok. Könnyű egy természeti síkra lekonvertálni, és egy ilyen szinten érteni. De én talán a legtöbbet a gyülekezetről akkor értettem meg, amikor igazi barátokat kaptam. Ez így jó ajándékban. És az a bátorítás, az a szeretet, az a időtől, helytől, körülményektől független kapcsolat, ami kialakul közted és egy hívő barátod, egy testvéred között, az valami egészen különleges. Sokszor egyáltalán nem szentimentális, tehát még azt is lehetne mondani, hogy egy külső szemlélő ránéz, és azt mondja, hogy még csak nem is beszéltek egymással, hogy vagytok ti barátok. De beszélünk mi, csak nyilván az élet visz minket jobbra-balra, és lehet, hogy nem tudunk annyi természeti befektetést mutatni egymás felé, mint ahogy a világban az kötelező, mert legközelebb felhívod az illetőt, föl se veszi a telefont. De a kapcsolat ott van, és sértetlen, és akár évek távlatában is ott folytatom egy barátommal, ahol évekkel ezelőtt abba hagytam. Valami megingathatatlan, valami egész furcsa, valami mélyebb, egy isteni dolog, a gyülekezet. És csak hálásak vagyunk egymásért. Sok gondolatom van, szeretnék én is mindjárt imádkozni, de csak kettőt, ami így, ahogy Ernőt hallgattam, eszembe jutott. Az egyik a karácsonnyal kapcsolatban, nagyon rövid gondolat lesz, és a gyerekeimmel kapcsolatban élem meg ezt nagyon élénken. Vannak ünnepeink, ezt észrevettétek? Vannak ünnepeink. Mindig idegesítettek az ünnepek. Sose értettem, hogy mire jók, és mindig csak úgy éreztem, hogy ez egy olyan normális nap az évben, amit abnormálissá teszünk, ki tudja miért, és ilyen erőltetetten, tudom, mindig idegesítettek az ünnepek. De ahogy a gyerekeimet nézem, ők mások, sokkal okosabbak és intelligensebbek, mint én. Ők azt kérdezik, hogy miért ünneplünk. Ugye a húsvétot azért ünnepeljük, mert a nyuszi hozza a tojásokat. A,
A karácsonyt azért ünnepeljük, mert a Mikulás hozza az ajándékokat. És így hirtelen rájöttem, hogy Úristen, az ünnepeknek okuk van. Az ünnepek emlékek valami borzasztó fontosra. És az ördög nagyon-nagyon pontosan tudja, hogy az ünnepeknek milyen óriási jelentősége van abban, hogy egy társadalom, egy nemzet ne felejtse el és ne veszítse el a hitét végleg. Éppen ezért megtámadta az ünnepeinket. A feltámadás ünnepét, húsvétot a nyuszi ünnepévé zsugorította, aki tojásokat tojik. És minden szülő örömmel játssza a játékot, mert a gyerekek úgy imádják az eldugott tojások keresgélését. De milyen vesztesség, ha elfelejtjük elmondani a gyerekeinknek, hogy a húsvétot nem azért ünnepeljük, mert a nyuszi eljött, hanem mert hogy a megváltó, a názareti Jézus Krisztus nem csak meghalt, hanem fel is támadt. És hogy aki hisz ő benne, annak örök élete van. És a karácsony tartott talán még ki a legtovább az ünnepek között, de azért a Mikulás egész jól végzi a munkáját, és erősen hódít teret. Emlékszem, hogy a Mikulás, amikor én voltam gyerek, akkor még csak 6-án uralkodott, és 24-ére angyalkák, jászol és kis Jézuska volt a karácsony jelképe. Ma már 24-én is a Mikulás ül a trónon. És egy nagyon intenzív munka folyik az ördög részéről, hogy elfelejtsük, hogy végleg elfelejtsük, hogy miről is szólnak ezek az ünnepek. Úgyhogy kérlek, mondjátok el a gyerekeiteknek, hogy mit ünneplünk karácsonykor és húsvétkor. Mert azért egy nagyon komoly bizonyíték, amikor egy egész nemzet megáll egy pillanatra, és mást csinál, mert ha mi már nem is, de az előző generációk, generációi hittek valamiben, ami elég fontos volt ahhoz, hogy megálljanak, és abba hagyják a normális életet, és nemzetként, világként ünnepeljenek valamit, ami méltó erre, a karácsonyt. Jézus Krisztus megszületését. Annak a valóságát, hogy az élet nem természeti, hanem természet feletti. Annak a valóságát, hogy nem vagyunk magunkra hagyva, nem vagyunk egyedül, hanem van egy Isten, aki emlékszik ránk, aki törődik velünk, aki eljött közénk, aki olyan mélyre hajolt, amilyen mélyre ember sose hajolna valaki másért. Olyanná lett, mint mi. Itt volt, megmutatta magát, ámultunk rajta, csodálkoztunk. Annyira baráti volt, annyira közvetlen, annyira igazi, hogy a legtöbben fel se ismerték benne a Mesiást. Valami furcsábbra számítottak, nem ennyire közelire, nem ennyire szeretőre. És aztán meghalt. Micsoda őrület. Ahelyett, hogy hívott volna egy sereg angyalt, és elpusztította volna a gonoszakat, és az ellenségeit, és dicsőségben felállította volna az országát, csendben meghalt. Hagyta, hogy megöljük. Miért? Mert ez volt az egyetlen útja és módja annak, hogy te meg én örökre szabadok lehessünk, hogy te meg én örök életet nyerjünk, hogy te meg én ne távoliak legyünk, hanem közeliek Istennel, hogy bekerüljünk az ő testébe, a gyülekezetbe. A történelem során élt minden hívő által alkotott természetfeletti egységbe, amelyet Isten a saját testeként tart, és amely örökké létezni fog, és amely a történelemnek, az általunk ismert történelemnek nem a legfontosabb, hanem az egyetlen igazi eseménye, a gyülekezet. Emberek, akik elveszettből hívővé, halottból élővé, örökkévalóvá válnak. Karácsony. Karácsony. Nem a Mikulás. Nem. És Hollywood is dolgozik,
ő is gyártja a Mikulás legendák sorozatát. Most épp megy egy a mozikban. Elég, ha te elmondod a családodnak és a barátaidnak, és a Mikulás elmehet a sunyiba. Jó? A másik gondolat, és ezt most erről csak emlékeztessetek rám, micsoda gondolat Ernőtől, a félelem. A félelem. Lehet, hogy picit fogok róla beszélni, de hogy a félelem egy milyen valódi kategória az életünkben, és milyen sok mindentől foszt meg minket. Milyen alattomos módon, milyen sok arccal képes beférkőzni a hétköznapjainkban. Nagyon érdekes, hogy a félelemnek bizonyos formáit annyira megszoktuk, hogy már nem is védekezünk ellenük. Hétköznapi valósággá váltak, megengedjük nekik, hogy éljenek. Félelem az eszköz, amivel a világ igazából vezetni, irányítani akar minket. Úgyhogy meglátjuk, hogy lesz ennek helye a mai üzenetben, de szeretném befejezni Efezusiakhoz írt levelet, és aztán meglátjuk. Úgyhogy kérünk, mennyei atyánk, hogy áld meg ezt a karácsonyt, add, hogy Ernő szavai szerint közelebb kerüljünk hozzád most és az elkövetkező évben. Te vagy az, aki kiűzöd a félelmet, a te szereteted az, amely, ha teljessé lesz bennünk, teljes egyszerűséggel, teljes természet feletti természetességgel megszünteti a félelmet. Hadd legyünk teljessé a te szeretetedben. A te nevedben imádkoztunk azokért, akik itt vannak, és azokért, akik távol vannak, határainkon belül és határainkon túl. Legyen egy áldott, békés karácsonyunk, és egy boldog, a te országodban, a te neved szerint igazán sikeres új évünk. Amen. Csak gyors adminisztratív bejelentés, hogy a két ünnep között nem tartunk eredményes élettalálkozót, legközelebb jövőre találkozunk. Naptár szerint nem tudom, hogy mikor van az első péntekünk, de 4-én, az jó lesz. Úgyhogy Efezusiakhoz írt levél, 6. fejezet, az utolsó fejezet, utolsó versei, 18. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a szellem által. Éppen ezért legyetek éberek, teljes álhatatossággal könyörögve az összes szentekért, és én értem is, hogy adassék nekem az ige, ha szóra nyitom a számat, hogy bátran hirdesse, ismertessen meg az evangélium titkát, amelynek követe vagyok a bilincsben is, hogy bátorságom legyen azt úgy hirdetni, ahogyan kell. És erről beszéltünk múlt héten, nem is keveset. A kulcs gondolatunk a bátorság volt. Azt a kérdést tettem fel, hogy miért van szükség bátorságra ahhoz, hogy az evangéliumot hirdessük. És több okot találtunk. Nyilván a világ nem akarja hallani az evangéliumot, mert tudja, hogy ez a teljes győzelem és veresség pontja. Az evangélium üzenete az, amely kiragad egy embert örökre az ellenség kezéből. Az evangélium, az igazi evangélium üzenete az, amely örökké erősnek tart egy embert ebben a világban, még akkor is, hogyha látszólag gyenge. Az evangélium, az igazi evangélium üzenete az, amely félelmetessé tesz egy hívőt
a szellemi világban. Úgyhogy persze, hogy ellenséges a világ az evangélium üzenetével, az örömhírrel. Ezt jelenti ez szó, az evangélium, örömhír. Annak a híre, hogy Jézus Krisztus nem csak megszületett, de élt, meghalt, ezzel kifizette minden bűnünket, és aki csak hisz ő benne, annak örök élete van, és ugyanúgy feltámad vele együtt, mint ahogy Jézus Krisztus is feltámadt. Az evangélium annak a híre, hogy Isten törődik veled, hogy nem ment el, hanem megmentett téged, engem. És azt gondolom, hogy egy nagyon, nagyon mély és alapvető kérdés az evangéliummal kapcsolatban, hogy mennyire mentett meg minket Isten. És ez volt a gondolatunk múlt héten. Az örök biztonságról beszéltünk. Létezik-e az örök biztonság? Vagy csak elég sok hibát kell elkövetned, vagy csak egy elég nagy hibát ahhoz, hogy Isten mégiscsak hátat fordítson neked. És a Biblia tele van olyan részekkel, amelyek zavarba ejtőek, amelyeket, ha önmagukban olvasol, akkor bizony majdhogy nem jogosan következtetsz arra, hogy elveszítheted az üdvösségedet. Azaz, hogy egy ember, miután elfogadta Jézus Krisztust a megváltójaként, miután Isten belekeresztelte őt Krisztus testébe, miután elpecsételte a Szent Szellemmel, Efézus 1.13 szerint, a megígért üdvösség zálogával, miután igazából több tucat ígérete a Bibliának megvalósult egyik pillanatról a másikra, a hit pillanatában. Ennek ellenére, hogyha a hívő elég sok hibát követ el, akkor Isten azt mondja, hogy vissza az egész. Nem. Végrehajtunk egy életmentő műtétet, eltávolítjuk az illetőt Jézus Krisztusból, és mint egy daganatos sejtcsomót mégiscsak kidobjuk. Van néhány ilyen igerész, amelyet ha olvasok, akkor valami ilyesmi elképzelhetőnek tűnik. A baj csak az, hogy ahhoz, hogy ezt életben tudjam tartani, ezt az elképzelést, a Biblia összes többi részét nem szabad olvasni. Egy kedves barátommal beszélgettünk erről, és végigmentünk ezeken a verseken, és bevallom, nem voltam igazán felkészülve. Ugye ezeken a verseken csak úgy szabad végigmenni, hogyha az eredeti szöveget vizsgálod, a teljes szövegkörnyezetet vizsgálod, és tényleg a szavak szintjén, a szavak jelentésének a szintjén elemzed. Ez egy órás, másfél órás gyors beszélgetés volt. Nem volt erre lehetőségem. De azt megállapítottuk, hogy minden ilyen kritikus vers jelentheti azt is, hogy elveszítheted az üdvösségedet, de jelenthet mást is. A szövegkörnyezet, a pontos szavak sehol nem kizárólag ezt a magyarázatot engedik meg, hanem mást is. Olyan ez, mint amikor egy ajtó be van csukva, de nincs bezárva. Vagy egy ajtó be van hajtva, és ha akarom, azt mondom, hogy csukva van, de ha akarom, azt mondom, hogy nyitva van. Innen nem látszik, oda kell menni. És ezt mondtuk, hogy az örök bizonytalanság tana nem létezik a Bibliában. Az összes verset végignéztük, amely okot ad arra, hogy egyáltalán gondolkozzunk ezen, és ezek a versek nem állítanak fel tant. Ugye egy tan, egy teljes definíciója egy teológiai kategóriának lezárt, egyértelmű és világos, sehogy másképp nem értelmezhető igeversekből áll össze, amelyek kiegészítik egymást, és nem mondanak ellent egymásnak sehol. És ezeket a verseket olvasva, ez a tan nem áll össze. Tehát nem létezik az örök bizonytalanság tana. Viszont ezeket a verseket nem is lehet
olyan módon cáfolni, hogy mégiscsak azt mondjuk, hogy ezek az örök biztonságot támasztják alá, mert nem. Azt mondtam, hogy ez csak fordítva működik. Meg kell nézni a többi részt. És az örök biztonságtana viszont felállítható a Bibliában. Temérdek és számtalan olyan igevers van, amely egyszerűen lezárja ezt a kérdést, és azt mondja, hogy nincs ebből kiút. Jézus főpapi imádsága, senkit nem veszítettem el azok közül, akiket nekem adtál, kivéve a kárhozat fiát. De ugye Júdás meg se tért, és aki hisz, annak örök élete van, aki segítségül hívja az Úr nevét, és nincs további feltétel. És ahogy nézed a Bibliát, az üzenetét, olvasod, egész egyszerűen erről szól, hogy örök biztonság. Örök biztonság. És lehet, hogy rá fogunk szánni erre egy-két alkalmat. Most, hogy Efézusi levéllel végeztünk, Ernő bólogat, kérlek emlékeztessetek rá, és akkor végigmegyünk versről versre. Végigmegyünk majd azokon is, jó? Ezeken a rázós részeken, az igazi ellenvetéseken. És csinálunk ebből egy jó kis, igazi kis teológiai sorozatot. Jó ez így? Fölkészülünk. De csak hadd mondjam azt, hogy, és ez egy nagyon bátorító dolog, hogy ha elég régóta hiszel a kegyelemben, elég régóta mossa már át a szívedet és a lelkedet Istennek ez a feltétel nélkülisége, és utána minden előfeltevés nélkül csak úgy olvasod a Bibliát, nem azért, mert épp be akarom bizonyítani az örök biztonság tanát, tudod, és rá van állva az agyam, hogy ez így kell, hogy legyen, nem csak úgy olvasom a Bibliát, és hagyom, hogy meglepjen. Tudod, tehát így amikor szeretnél fejlődni, amikor szeretnél előrelépni, akkor nem egy előfeltevéssel olvasol, hanem úgy olvasod, hogy gyerünk, hadd lássam azt úgy, ahogy írva van. És hagyom, hogy meglepjen a Biblia, és csak úgy olvasom. És nem lep meg. Nem lep meg kárhoztatással, nem lep meg fenyegetéssel, hanem szeretettel lep meg, bizonyossággal lep meg, örök biztonsággal lep meg újra. De tegyük ezt meg, Ernő, legyen akkor ez a 2013-as évnek az egyik projektje, ha lehet így mondani. És úgy tűnik, hogy mégiscsak fogunk egy picit beszélni a félelemről, mert csak egyszerűen ideillik, és lehet, hogy mégse tudjuk befejezni a Efézusi levelet, nem baj. De csak figyeljetek ide. Azt vettem észre, hogy bátorság kell ahhoz, hogy az örök biztonságot tanítsuk. Mert nagyon szélsőséges. Ez a barátom azt mondta, hogy figyelj, én úgy érzem, hogy biztonságosabb azt mondani, hogy hát én se hiszem, hogy valaki így elveszíti. Tehát nem, én se gondolom. De azért a lehetőséget nyitva kell ráhagyni. Mert ne viccelj, különben rosszakat fogunk csinálni. Tehát ha valaki teljesen biztonságban van, akkor azt csinál, amit akar, nem? Akkor azt csinál, amit akar, és nem veszíti el az üdvösségét. Tehát kell egy kis félelem. Kell egy kis félelem. Kell egy határ. És nagyon nagy bátorság kell ahhoz, hogy azt mondjam, hogy igen, kellenek határok, és a Biblia tele van szerető határokkal, de nem az örök biztonság árán, hanem a mellett. Azt gondolom, hogy az örök biztonság kérdése Isten jellemének a végső próbája. Figyeljetek ide, ezt mondom még egyszer.
az örök biztonság kérdése Isten jellemének a végső próbája. Mennyire dicsőséges Isten, mennyire hatalmas Isten, mennyire erős. És azt mondjuk, hogy nagyon dicsőséges, nagyon erős, nagyon szerető. De vannak, akik azt mondják, de nem annyira, hogy elmenjen a legvégsőkig. De nem annyira, hogyha egyszer azt mondta, hogy az enyém vagy, és megtartlak, hogy azt mindennel szemben be is tartsa. Annyira azért már nem nagy, nem szerető és nem dicsőséges. Van egy határ. Istennek is van egy határ, ahol ő is besokal, ahol ő is úgymond gyengévé válik, és azt mondja, hogy nem, ezt már nem csinálom. Azt gondolom, hogy az örök biztonság tana azért egy kulcskérdés, mert Isten jellemét kérdőjelezi meg. És csak gondolj bele, hogy mennyire zavarja a nem hívő embereket, hogy létezik egy pokol. Ezt vágják a képünkbe, hogy figyelj, hogy lehet egy Isten szerető, hogyha létezik egy pokol. És figyeljetek, teljesen jogos. Értem, teljesen és abszolút módon jogos. Tehát hogy tudod ezt összeegyeztetni, hogy tudod, itt van a családom, itt vannak, hogy 10 gyerekem van, szia Benji, szia Zozi, Pistike, mondtam, hogy edd meg a reggelit, tudod, elkapom Pistikét, nem ette meg a reggelit, és bedobom a kemencébe. Benjike, ne sírj, minden rendben van, szeretlek. Csak edd meg a reggelit, ha? Tudod, tehát, hogy a szerető Istenről alkotott kép azért elég zavarba ejtő egy ilyen skálát nézve, nem? Nem? Hát most csak, nem? Hú, ezt szeretni fogják ezt a videót. Hogy keveredek ki ebből? Na figyelj! Jogos. És az evangélium választ jelent erre. Az evangélium választ jelent erre. Mert ez úgy néz ki, hogy a gyerekeim már felnőttek. Nem pici Benji, hanem 21 évnél idősebb, érett felnőtt férfiak és nők. És nem kályha van, hanem ég a ház. Ég a ház. És én bemegyek az égőházba, úgyhogy én bele fogok halni, és azt mondom, hogy hadd vigyelek ki. És aki csak azt mondja, hogy segíts apa, azt a hátamra viszem, és kiviszem. És visszamegyek a következőért. És én belehalok ebbe. Már az első menetben olyan sebeket és sérüléseket kaptam, hogy az életemmel fizetek. De visszamegyek mind a 10-szer. És akik azt mondják, hogy te engem ne vigyél ki a szabad akarat miatt. Viszem a többieket, és őt ott kell, hogy hagyjam. És lehet, hogy ez a kép se teljes, mert Isten győzköd minket. Isten bent marad az égővel a házban, és újra és újra megpróbálja. És hagyja, hogy az első
gerenda lezuhanjon és eltalálja, és aztán ott a földön odahajol hozzá, és még egyszer megpróbálja vinni. És az ok, amiért emberek bent égnek, az az, hogy nem akarták a megmenekülést. És ennek kifinomult okai vannak, és erről beszélünk. Nem hittek benne, be voltak csapva, másban hittek. Azt gondolták, hogyha fölmennek az emeletre, ott lesz majd egy helikopter, és onnan majd elviszik őket, vagy majd átmásznak a 8. egy fára, vagy mit tudom én. Volt egy alternatív elképzelésük, és azt mondták, hogy nem megyek veled, más megoldásom van az életre. És annak, hogy Isten képére vagyunk teremtve, a gyökere, a lényege a szabad akarat, amit Istennek is tisztelnie kell. Ahogy ezt nem teszi, úgy már nem vagyunk emberek. És igen, lesznek, akik elvesznek, de senki sem vész el azért, mert Isten akarta, hanem ha elvész valaki, csak azért vész el, mert nem hagyta következetesen és tudatosan nem hagyta magát megmenteni. Oké, ez az első szint. Nagyon fontos, nem felszínes kérdés. Mert aztán, ha nézzük a Biblia üzenetét, akkor, és erről is beszéltünk múlt héten, akkor a Bibliának minden válasza az emberi ürességre, az egy bensőséges, intim kapcsolat az őt szerető Istennel. Hát én nem leszek egy bensőséges, intim kapcsolatban egy mészárossal, vagy egy kegyetlen önkényúrral, aki a gyerekeinek az egyik felét tűzbe veti, a másik felét meg simogatja. Tehát hogy hagyod magad megölelni egy olyan lény által, aki valahol, tudod, igazából kegyetlen? Ez egy alapvető kérdés. És a világ igyekszik egy olyan képet mutatni Istenről, hogy nagyon nehezünkre essen hozzá közel menni, őt igazán beengedni. De azt az atyát, aki az életét adta értem, aki kimentett a tűzből, aki mindent megtett értem, hogy állnék annak ellen? És akkor itt van a következő fázis, és erről beszélünk, az örök biztonság. Ott vagyunk az égő házban, fönt a 3. beront az atya, és azt mondja, gyere, viszlek. És azt mondom, vigyél. Fölvesz a vállára, és visz. És a füsttől, és mindentől menet közben elhányom magam. És lehányom az atya szakálát. Sajnálom, de hát ez egy... És erő azt mondja, fúj, mit csinálsz, fiam? Hát akkor maradj itt, tudod, és letesz. Én csak olyanokat viszek, akik nem hánynak le. Vagy tudod, vagy hozzunk egy másik képet. Tehát ami... Sajnálom, de tudom, hogy ezzel most megbontottam a... Vagy tudod, miközben visz, elkezdem megvádolni, hogy figyelj, te vagy az, akinek már rég be kellett volna szereltetnie ide egy automata oltórendszert, és te tehetsz erről az egészről, tudod, és igazából nem is szeretlek, és elegem van belőle, tudod, de már mondtam neki, hogy levihet, és ezt aláírtam, már visz, tudod. És tudod, és a sértegetésnek egy szintjén ugyanúgy fogná magát a fia, most aztán már elég, hogy beszélsz velem? És lerak valamelyik égő szobában, és tovább megy. Az örök biztonság tana ugyanígy Isten jellemének a próbája. A próba nem jó szó, mert de bennünk valójában ez, hogy ha van egy pont, ahol én megszűnök a fiának lenni, akkor félek. Vagy ha nem is félek, mert intellektuálisan meg tudom magyarázni, hogy én sose jutok el arra a pontra. Bár ha elég sokat éltél, akkor hidd el, ez se olyan egyszerű.
tudat alatt mindenképpen ott van az az ismeret, hogy ez az aranyos, szerető Isten egy ponton, egy hideg tekintetű, kegyetlen, nem is tudom, uralkodóvá válik, aki ahogyan az előbb magához ülelt, ugyanúgy el is tud taszítani. És tudod, mint ilyet sokat láttam? Tudod, hol láttam ilyet sokat? A világban. És van bennem valami, ami igazából végig gyanította, hogy ez se lesz jobb. És most itt van. Nem is lesz jobb. És igazából, amikor közel megyek ehhez az Istenhez, valami mindig van, ami távol tart. Valami mindig van, ami azt mondja, hogy csak óvatosan, tudod? Úgyhogy haragszom erre a hazugságra. Tudod, csak így végig gondolni ezt, az építő volt. Tudod, mert ugye azt, a legtöbb hibát ott követjük el, hogy nem gondoljuk végig az elképzeléseinket tudatosan. Jaj, hát Isten szeret, csak hát hogyha lehányom, akkor visszadob az égőházba. Hát nem szabad lehányni. Most jól vagyok, egyáltalán nincs hányingerem. Boldog vagyok. Tudod. De mi van akkor, amikor beteg vagy? És van hányingered? Vagy ha már voltál beteg, volt hányingered, és utána emlékszel rá, hogy ez újra eljöhet. Tudod, milyen a viszonyod vele? Félelemmel teli. És ez az a félelem, amely meg tud rabolni mindentől. Ezt érted? Mindentől. Ez az a félelem, ami azt a kapcsolót, amely az élet és a halál között van, azaz az Istennel való igazi közösség, az élet, és a halál, azaz az Istentől való eltávolodás, a testben való élés, a természeti életre való redukálódás között van. Ez a félelem van ott. Bizalom vagy bizalmatlanság. Igazi ráhagyatkozás, vagy azért tartom magam, azért a saját erőforrásaimból élek inkább, mert nehogy elszúrjam. Pillanatra lapozzunk János leveléhez. 1 János 4-hez. Tizenhetedik. 16. 15. Tizenharmadik. És olyan aranyos, hogy tudod, az örök biztonság tana már itt definiálva van. Tehát, hogy ámulat, tehát, hogy bárhol olvasod, a biztonság üzenete ott van. 13. Abból tudjuk meg, hogy benne maradunk, és ő mi bennünk, hogy a maga lelkéből adott nekünk. Ezt hallottátok? Elolvasom még egyszer. Abból tudjuk, hogy benne maradunk, tehát mi ő benne, és ő mi bennünk, tehát, hogy mi egyé lettünk, hogy az, amiről János 17 beszél, az igaz, hogy a maga lelkéből adott nekünk. Efézus 1-hez lapozzunk. Adott-e a maga lelkéből? Igaz? Adott-e Isten a Szent Szellemből? Ő benne pedig titeket is, 1-13, miután hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek, evangéliumát és hívőkké lettetek. Ez volt a feltétel. Mi volt a feltétel? Hallottuk az evangéliumot, hogy Krisztus meghalt értünk, és aki hisz, ő benne örök élete van, és ezt elhittük. Ez volt a feltétel. Tehát miután hallottátok az igazság igéjét, az üdvösségetek, evangéliumát és hívőkké lettetek, az üdvösség egyébként a megmenekülést jelenti, megmenekülésetek örömhírét, és ezt elhittétek, eljegyzett pecsítjével a megígért Szent Szellemmel. Eljegyzés, a zsidó
hitvilágban az eljegyzés nem a próbaidő kezdete volt, hanem a házasság kezdete. Mindössze nem keltek egybe vőlegény és mennyasszony, hanem egy évig még külön távol voltak egymástól. Milyen érdekes, hogy ez így van a gyülekezettel is, igaz? Megtörténik az, a házasság az eljegyzéssel, ami azzal történik meg, hogy hívővé leszünk, de még a vőlegény távol van egy ideig, és majd csak utána jön el. De a dolog már most végleges, tehát az eljegyzéssel egy férfi, egy nő egy életre, csak még volt egy időszak, amik külön voltak. A férfi ez alatt házat épített a családnak, és ott várta a mennyasszonyt. Úgyhogy eljegyzett pecsétjével, a pecsét szó egy jogi kifejezés, amit gyakorlatilag intézményes szinten használtak arra, hogy valaminek a tulajdonjogát, a tekintélyét és hitelességét, eredetiségét bizonyítsák. Tehát például, ha elpecsételtek egy, mondjuk mit tudom én, egy levelet, és azon rajta volt a római császárnak a pecsétje, az azt jelentette, hogy a római császár tekintélyével hitelesítve hozzányúlni nem szabad, csak annak szabad ezt a pecsétet kinyitnia, akinek a levél szól. A megígért szent lélekkel, szent szellemmel, ez Isten harmadik személye, örökségünk zálogával. Az örökség ugye az valami, ami jár neked, de még nem a tiéd, van egy feltétel, meg kell halnia a kinek? Az örökbe hagyónak, így van. A zálog pedig egy vissza nem járó előleg. Igaz? Vissza nem járó előleg. Ez a zálog, ez a lényege. Veszel egy házat, zálogot adsz, általában mennyi? 10%-ot? 10% zálog, 50 milliós házért, 5 millió forintot, ha visszalépsz, az 5 milliót buktad. Vissza nem járó előleg. Illetve, hogyha az eladó lép vissza, akkor 5 milliót kell fizetnie, a zálogot visszaadnia, és plusz 5 millió. Vissza nem járó előleg. Oké, miért csinálta ezt? Hogy megváltsa tulajdon népét. Miért? Az ő dicsőségének a magasztalására. Tehát Isten azt mondja, hogy ha látni akarjátok, hogy én milyen ámulatos vagyok, hogy milyen hatalmas vagyok, hogy milyen dicsőséges vagyok, azt abból fogjátok látni, hogy én hogyan mentem meg a népemet. Ez az én dicsőségemnek a magasztalása. És én ezt így csinálom. Ennyire végletesen, ennyire lerendezetten. Na, tehát a kérdés az az, hogy megvan-e a Szent Szellem neked, nekem? Igen? Mi volt a feltétel? Hit Jézus Krisztusban, hogy hallottuk a megmenekülésünk örömhírét, és ezt elhittük. Na, akkor most vissza. János 4-hez. Abból tudjuk meg, hogy benne maradunk, és ő mi bennünk, és nem vagyunk, hanem maradunk, és nem van, hanem marad bennünk, és mi ő benne, hogy a maga lelkéből adott nekünk. És akkor ez egy lerendezett dolog. Itt abba lehetne hagyni. És mi láttuk, és mi teszünk bizonyságot arról, hogy az Atya elküldte a fiát a világ üdvözítőjéül, megmentőjéül. Ha valaki vallja, hogy Jézus Isten fia, abban Isten marad, ő pedig Istenben. Ez a megtérés tárgya, ha lehet így mondani. Miben kell hinni? Jézus Krisztusban, aki Isten fia. És akkor nyilván, ha ismerem a történetet, akkor tudom, hogy ő meghalt, feltámadt, tehát gyakorlatilag hiszem, hogy Istennek volt egy megmentő projektje, és ha elfogadom ezt, ha hiszek benne, hogy Isten megmentett, akkor örök életem van. És mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amellyel Isten szeretett minket. Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is ő benne. És figyeljetek, nagyon fontos, Istenben hinni egyenlő egy szerető Istenben hinni. Itt ezt nagyon szorosan összeköti. Azt mondja, hiszel egy Istenben, aki nem szerető, akkor a hited elvéti a célt, elvéti az irányt. Akkor valami olyasmiben hiszel, ami nem létezik. Mert Isten a szeretet, és aki a újraolvasom,
amellyel Isten szeretett minket, Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is ő benne. Tehát gyakorlatilag Isten maga a szeretet nem egyenlő Istennel, bár az a fajta szeretet csak Istenben létezik, hanem fordítva van, Isten maga a szeretet, és aki ebben a szeretetben megmarad Isten szeretetében, az megmarad Istenben is. Persze, hisz hogyha nem maradok meg a szeretetben, akkor bár lehet, hogy örök életem van, mert hittem az evangéliumban, és ő megmentett engem, de bizony, ahogy elkezdek kételkedni az ő szeretetében, úgy húzódom hátra tőle, úgy húzódom vissza, úgy válok feltételessé, úgy válok gyanakvóvá, úgy válok félővé, és úgy kezdem az ő dicsőségét valami másra felcserélni. Abban lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé, mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. Az ítélet napja felé hogyan tekinthetünk? Bizalommal. Azaz minden rendben van, el van intézve. Nem talán, nem lehet, hanem bizalommal. Ha nincs elintézve, akkor naív vagy feltételes reménnyel tekinthetek. Talán rendben lesz. Akkor félelemmel kéne tekintenem rá, mert még hátra van egy teljesítmény, amelyet vagy tudok nyújtani, vagy nem. De itt azt írja, hogy bizalommal tekinthetünk. És akkor itt mondja, a szeretetben nincs félelem. Nincs benne semmi. Ha megmaradsz a szeretetben, melyik szeretetben? Abban, amely Isten. Isten szeretetében. Akkor ebben a szeretetben nincs félelem. Nincs helye, mert egy zárt rendszer, mert minden el van intézve, mert egy végtelen hatalommal bíró Isten ígéretet tett, és nem szegi meg az ígéretét. Sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, és aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben. Mi tehát azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. Oké. Okay. Pál azt kérte, hogy imádkozzunk érte, hogy legyen bátorsága. Hirdetni az evangéliumot. És hogy legyen bátorsága azt úgy hirdetni, ahogyan kell. Egy olyan evangéliumot kell, hogy hirdessünk, amely kiűzi a félelmet. Egy olyan evangéliumot kell, hogy hirdessünk, amelyben az az üdvösség, az a megmentés, az a túszmentő akció, amit Isten végrehajtott, dicsőséges. Dicsőséges. És akkor itt az utolsó gondolatom. Barta Attila mondta a vasárnapi istentiszteletem, és úgy látom, hogy Ernő emlékszik rá. A következőt mondta, hogy minden természeti törekvésünk arra irányul, hogy létrehozzunk egy olyan természeti biztonságot, amelyben nem kell bíznunk Istenben. Ez a célunk. Ez az emberi törekvés. Szeretnék egy jó állást, szeretnék egy kis vagyont felhalmozni, szeretnék befektetéseket, szeretnék életbiztosítást, szeretnék mindent rendben látni magam körül. Miért? Én ezeket nem támadom most, ne értsd félre, ezek jó dolgok, de csak keressük meg a legmélyebb gyökerét a szívünkben, hogy miért akarjuk ezeket. Miért
működtetjük az életet egy bizonyos módon. Miért? Gondolod, hogyha az Édenkertben élnénk, ahol nem lenne ördög sem, ahol bármelyik fának a gyümölcsét leveszed, megeszed, és olyan, mintha három főétkezésnyi energiához jutottál volna, és tudod, olyan serkentő anyagok vannak benne, amitől tudod, energiát kapsz, a kedélyed rendben van, egy olyan idője, egy olyan klímában, amely se túl meleg, se túl hideg, ilyen tökéletes, ilyen trópusi, tudod, az a egy szál gatyában, se nem fázol, se nem nincs meleged, és gyönyörű természet, kimondhatatlan hegyvidék, völgyek, vízesések, folyók, és mindenhol aranyos állatok, az állatok szolgálni akarnak téged, tudják, hogy te vagy a király, és keresik a társaságodat, és amikor lovagolni akarsz, akkor csak és előpattan egy ló valahonnan, alig várja, hogy a hátadra vehessen, és ellovagolhatsz vele is. Ez az egész a tiéd. Kimondhatatlan bőségben és állandóságban. És itt élnénk. Akarnál-e életbiztosítást? Akarnál-e egy jobb állást? Ugye ez a tiéd, és az élet alapfeltételei minden túláradó bőségben, kimondhatatlan gazdagságban teljesülnek, akarnál-e egy állást magadnak? El akarnál-e menni titkárnak vagy titkárnőnek egy menedzser mellé, hogy intézd az ügyeit? Vagy akarnál-e zokni gyárat építeni, hogy sok pénzed lehessen? Biztos, hogy akarnál alkotni, de zokni gyárat nem azért, a legtöbbször nem azért akarunk, hogy alkossunk, bár nyilván az is benne van, hanem azért, hogy biztonságban legyünk, hogy jelentőségteljesek legyünk, hogy az életünk rendben legyen. A legtöbb dolgot legvégső soron azért akarjuk, mert bizonytalanságban élünk, és biztonságot akarunk. Ha biztonságban lennénk, akkor szabadok lennénk ezektől a dolgoktól. Szabadok lennénk arra, hogy tegyük őket, ha akarjuk, vagy inkább úgy mondom, ha Isten vezet rá, vagy ne tegyük őket. De önmagában, létfenntartás szinten nem kellene ezeket csinálnunk, hanem az emberi szabadságunknak, méltóságunknak és alkotásra és uralkodásra való elhívásunknak vagy részévé tesszük, vagy nem, de nem azért, mert muszáj, hogy élhessünk. Én azért akarok több pénzt keresni, hogy biztos legyen a jövő hónapom. Legyen mit enni, hogy ki tudjuk fizetni a gázt, hogy a gyerekeimnek, ha kell venni egy új ruhát, akkor meg tudjam venni, hogy rendben legyen minden. Azért akarok több pénzt keresni, azért akarom megszervezni az életemet, azért akarok egy otthont, mert félek a holnaptól, mert bizonytalan vagyok a holnap felől. És ha én nem hozom ezt rendbe, akkor ki fogja rendbe hozni? Ha én nem keresek több pénzt, akkor ki fog rólam gondoskodni? Majd te? Majd a jó Isten, igaz? Értitek? Értitek, hogy hol van az egésznek a lényege? Nem hiszek benne, hogy a jó Isten gondoskodni fog. A lényem legmélyén, a régi bűnös természetem legmélyén, figyelj, nem hiszek benne, hogy gondoskodni fog. Ha én nem tekerek, akkor senki nem teker. És ez olyan mélyen benne van a zsigereinkben, hogy el se tudom mondani. És figyeljetek, ahogy olvasod a Bibliát, Isten semmi máson, szinte semmi máson nem dolgozik, mint hogy ezt lerontsa bennünk, és hogy elvigyen oda, hogy végre bízzunk benne. Ezt érted, hogy végre ő benne bízzunk. Ezen dolgozik. Figyeljetek, ez minden.
embernek lenni egyenlő bízni Istenben, és feltétel nélkül ráhagyatkozni, és ő benne megvan mindenünk, és nélküle nincs meg semmink, és a legvégső, legmélyebb elkötelezettségünk az, hogy ne bízzunk benne. Ezt értitek, milyen őrület? Milyen őrület? Ennek a fényében az örök biztonság tana mekkora súllyal bír? Tudod, egy kicsi kétely ebben a kapcsolatban, egy kicsi megkérdőjelezhetőség ebben a kapcsolatban, és már is három lépéssel hátrébb vagyok. És tudod, az a baj, hogy három lépéssel hátrébb sosincs az az élmény, sosincs az a visszajelzés, ami egy lépéssel előrébb vinne, hanem csak megmaradok a vallásos kényelmemben, ahol messziről szeretem Istent, ahol messziről követem Istent, vagy még csak nem is követem egyáltalán. Itt nem történik semmi. Itt meleg lesz, itt forróság van, és itt elragadt. Ez a három lépés a különbség élet és halál között. Ez a három lépés minden. És lehetsz keresztény 20 éve, ha itt álltál 20 éve hátul, és sosem mentél oda, ahol elragadhatott volna. És Isten ezen dolgozik, ezért hoz bajt baj után, ezért nincs egy lezsírozott életünk, mert a lezsírozott életben csak megmaradnánk itt hátul, és azt mondanánk, hogy hé, én keresztény vagyok, hé, én már bent vagyok, és közben nem vagyok bent, hanem a saját életemet őrizgetem, a saját természeti erőforrásaimban bízom, és Istentől a szívem legmélyén igazán messze vagyok. Nem vagyok messze, többet olvasom a Bibliát, mint bármi más, de messze vagyok, mert Isten azt szeretné, hogyha a legmélyebb, az egzisztenciális függéseimmel csak tőle függenék. Csak tőle függenék. Nagyon nagy baj van. Elfogyott a pénz. Van 3 gyerekem. Lakunk egy házban, hála Istennek. Hála Istennek, most az utcán lennénk. De olyan rezsiköltsége van, hogy értem, csak tehát egy komoly főállás kell ahhoz, hogy csak legyen víz, villany, és tudod, meleg. És elfogyott a pénz. Az asszony ki van borulva. Pánikhoz közel áll. És én vagyok a család feje. És most mi lesz? Mi lesz jövő hónapban? Mi lesz jövő héten? Most mi lesz? Hogy hozzuk? Most mi lesz? És figyelj, nem tudom, hogy te az életedben gyakran kerültél-e ilyen helyzetbe, ahol az általad rázósnak számító dolgok rázósak is lettek. Mert van akinek ez nem rázós. Tehát mindenkinek megvan a fájdalmas pontja, ahol a betegség beköszönt, ahol az igazi anyagi szükség beköszönt. Szia, Leona! Isten hozott! De Isten el kell, hogy vigyen minket ezekre a pontokra, és ezeken a pontokon mérettetik meg a hitem. És ez a kérdés, kiben bízom? Ez a kérdés, hogy kiben bízom. És persze, miután bíztam Istenben, és azt mondom, hogy visszautasítom a félelmet, és nem megy ilyen egyszerűen, hanem tudod, át kell ezt gondolnom, hogy most tényleg elhagyott, tényleg nem törődik velem, tényleg csak magamra maradtam. És el kell döntened, hogy mit gondolsz. Ki kell mondanod, hogy mit hiszel. És ha nem hagyott el, ha veled van, ha az a mindenható, aki tudod, kihozott az égő házból, most is itt van, és bizony van ígérete rá, hogy minden szükségessel rendelkezni fogsz, akkor ő ezt a helyzetet is a jóra fogja használni.
akkor most is lesz jövő hét, jövő hónap, és lehet, hogy másképp lesz, mint ahogy én terveztem, de lesz, és Isten valódi szeretete valóban működni fog, és valóban elégséges lesz. És persze ezután cselekszem, mert ilyen részek is vannak a Bibliában, hogy dolgoznom kell, és hogy az ő munkatársa kell, hogy legyek, hogy van egy cselekvés, ez rendben van, felelős ember vagyok, de a felelősségem legelső szintje ezt kérdezi, kiben bízol, kiben bízol. És figyeljetek, és hadd lapozzak ide, és tudom, hogy kicsit hosszabb vagyok, mint ígértem, de maradjatok velem, és hogyha fárasztó ez az üzenet, hallgassátok újra, amikor rosszul vagytok, hallgassátok újra, amikor beszorított az élet, hallgassátok újra, amikor a nyomorúság pillanata eljött, mert az egyik legbátorítóbb írás, amit mi már itt együtt olvastunk, a 46. Zsoltár, figyeljetek, a 46. Zsoltár el van rontva. A 46. Zsoltár, mivel a legbátorítóbb Zsoltára, az egyik legbátorítóbb írás a Bibliában, ezért nem kezdődhet úgy, ahogy kezdődik. Figyelj, ez biztos, hogy el van rontva, mert így kezdődik. Isten, ami oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Ennek nem így kéne hangoznia. Tudjátok, hogy kéne ennek hangoznia? Isten, ami oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség, úgyhogy sosincs nyomorúságunk. Nem így kéne hangoznia? Nem erről szól a szerető Isten, hogy egy olyan békét, egy olyan biztonságot, egy olyan állandóságot hozza az életünkbe, hogy végre nem lesz nehézség, nem lesz kihívás, minden kényelmes és minden rendben lesz. Nem erre vágyunk, nem erre készültünk. Dehogy is nem. És tudjátok mit? Ez lesz a mennyben. Ez az az ígéret, amely Jelenések könyvében ott van. Ott nem lesz többé sírás, nem lesznek többé könnyek. Színről színre fogjuk látni Istent, és egy folyamatos, állandó jelenlétben leszünk, amely folyamatosan és állandóan betölt minket, ámulatos, de itt a Földön, ahogy olvasom, az egyik legbátorítóbb írást a Bibliában, egy feszültségről olvasok. Nyomorúságról olvasok. Rögtön a következő rész azt mondja, ha megindul is a föld, ha a hegyek omlanak a tenger mélyébe, ha háborognak és tajtékoznak a vizei, és tombolásától megrendülnek a hegyek. Úgy értem, ez egy ilyen világvége szenárió. Ez egy ilyen, tudod, megrendül a föld, földrengés, amikor a hegyek leomlanak. Úgy értem, amikor minden szétesik. Figyelj, hát hol van az az erőforrás, hol van az a természeti biztonság, ami akkor is elég, ami akkor is megtart, amikor minden széthullik. Miért kell ilyen szélsőségekben beszélni? Azt mondja a 7. vers, népek háborognak, országok inognak. Azt mondja 10. vers, háborúk, íj, láncsa, harci kocsik. Ugye ez a környezet, amiről beszél? Ez lenne az életünk? Ez lenne a sorsunk? És igen, miért? Azért, mert Isten azt akarja, hogy a természeti biztonságunkat egyszer s mindenkorra lecseréljük egy természet felettire. És azért beszél ilyen szélsőségekben, mert ha csak azt mondta volna, hogy ha egy nagyobb gázszámla jön, akkor arra még azt mondtam volna, hogy azt ki tudom fizetni. Spóroltam. De ha azt mondja, hogy ha a hegyek a tengerbe omlanak, hogyha népek háborognak, hogyha háború lesz, hogyha minden széthullik, amit mi 21. századi civilizált lények fontosnak tartottunk, akkor mi marad nekünk? Azt mondja, hogy egy olyan rendszerbe akarlak elvinni, egy olyan biztonságot akarok adni, ami mindig kitart. És ami a szürke hétköznapokban nem egy fáradtságos küzdelem, élet-halál harc között tart, épp hogy víz felett, hanem könnyedén víz felett tart. Egy olyan megoldást akarok neked, amelyben szabad lehetsz, amelyben nem a te hátadon kell hordozni mindent, ahol szabad lehetsz. Bíz bennem! Én vagyok a te Istened, nem a körülményeid, én vagyok a te Istened, nem a te saját erőd, én vagyok a te Istened, én arra vagyok, hogy fenntartsam a te létedet, tudod mit? Én tartom fönt a te létedet. A föld kerekség csak azért létezik, mert az én szavam fenntartja. A szíved azért dobban még egyet, mert én akarom, hogy dobbanjon. Engedd meg, hogy
átvegyem a vezetést, engedd át magad az én szeretetemnek, bízd rám magad, mert csak akkor töltheted be az elhívásodat, csak akkor lehetsz ember, aki függ Istentől, és Isten szereti őt, és olyan helyekre, olyan magasságokba, olyan mélységekbe viszi el, ahova emberként a saját erejéből soha, 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 soha nem juthatott volna. És így hangzik a 46. Zsoltár. Isten a mi oltalmunk. Úgy értem, az oltalom, tudod mi az? Egy ölelő védelem. Ő a mi erősségünk, képesség arra, hogy cselekedjünk, hogy előre menjünk. Ő a védelmünk, a biztonságunk és a támadó erőnk. És itt van a magyarázat. Mindig biztos segítség. Mindig biztos segítség a nyomorúságban. Ami azt jelenti, hogy jön a nyomorúság. Miért? Mert edzenünk kell ezt a képességünket a bízásra. Mert a hitünket újra meg újra próbára kell tenni, hisz természetileg magunkban bíznánk. De ha jön a nyomorúság, ahol a magamba vetett bizalom kudarcot vall, akkor újra őt kell választanom. És ő mindig biztos segítség a nyomorúságban. És a lelkem tanulja. Egyre többet érti, egyre többet látja, hogy Istenben kell bíznom, és ő benne bízhatok, és ő megtart engem. Jön a nyomorúság, újra meg újra, és ő mindig biztos segítség, mindig oltalom, és mindig erősség. És csak akkor jön a rettenés, csak akkor jön a félelem, amikor elfelejtem őt. Amikor magamban bízom. Amikor elfelejtem őt. Amikor magamban bízom. Amikor karácsonyból Mikulás lesz, és húsvétból nyuszika. És itt mondja tovább, azt mondja, azért nem félünk, mert Isten az oltalmunk és erősségünk, és mindig biztos segítség a nyomorúságban. Ezért nem félünk, ha leomlanak a hegyek is. Mert ha Isten az én erőm, ha ő tartja fönn az életemet, ha ő ural minden részletet, akkor leomolhatnak a hegyek, akkor széthullhat minden, őt ez nem ingatja meg, a végső forrásom nem szűnik meg. Bizony, ha háború van, olyas valaki uralkodik a háborúk fölött, és itt írja, harci kocsikat éget el, íjat tör össze, lándzsát törd el szét. Azt mondja, a népek háborognak, országok inognak, ha az Úr mennydörög, megretten a föld. Egy olyan hatalommal, egy olyan erővel véd minket, amely az emberi társadalom, az emberi akaratok legszélsőségesebb megnyilvánulását így oltja el. Úgy értem, gondod van a királlyal? Ellenség üldöz? Gondolod, hogy ez csak a te sztorid? Dávidnak nem volt gondja a királlyal. Őt nem üldözte ellenség. És akkor tanulta meg, hogy bízhat Istenben. Akkor tanulta meg, hogy az ereje hívőként ezerszer nagyobb annál, mint amekkorát ő maga birtokol. Hogy sokkal többet tud tenni, mint amit a jobbja megbír ragadni. És itt jön a végső. Azt mondja 11, csendesedjetek el. És a görög nagyon érdekes, állj le, ezt mondja, vegyél vissza, megnézem az eredetit, figyeljetek, csendesedjetek el, ami szó szerint valami ilyesmit jelent, hogy állj le. 46. 47. Zsoltár. 46. Zsoltár. És ez a 11. vers. Csendesedjetek el, leenged, leereszt, lehanyatlik, alkonyodik, véget ér, összeesik, békén hagy, leszáll róla. Le van eresztve, el van ernyedve, tétlen. Leenged, leereszt, kiereszt. Állj le, szállj le róla, lazíts végre, lazíts, csendesedj el, és tudd meg végre, ezt mondja Isten, hogy én vagyok Isten. Ez a hit lényege, hogy ő Isten, és nem te, hogy ő uralkodik, és nem te, és ő viszont a minden szeretet, a minden kegyelem Istene. Ő az, aki kimentett téged az égő házból. Ő az, aki mindent odaad neked és érted. Ő az, akiben az élet a helyére zökken, és ő az, akitől csak 3 lépésnyi távolságban nincs már semmi, csak hideg. Hó és halál. Ki
asszözt érdekel, hogy mióta jársz gyülekezetbe? Vagy hogy mióta van vallásod? Pont a hajadra kenheted. Ezen a három lépésen múlik minden. El se hiszitek, hogy hányan járnak úgy, és járjatok, ez rendben van, nem ez ellen beszélek, hogy értem, ott legalább van esélyed, hogy közelebb kerülsz, legalább hallod az igazságot prédikálva, legalább, tudod, legalább kulturálisan megvan. De ez a három lépés, amely a nem bízom benned, csak itt vagyok, és a bízom benned, átadtam az életemet, elsodortál, elvittél. A másik le se ér a lábam a vízben, csak visz. Ez a különbség az élet és a halál között. Nap mint nap megélem. Fölkelek reggel és rettegek. Miért? Csak ránézek az életre. Csak ránézek a hatalmamra. Csak ránézek a fenyegetésekre, amelyek körülvesznek. A hatalmam a nullával egyenlő, a fenyegetések számtalanok, az élet hideg, közömbös és rettegek. Joggal. Ez a három lépés teszi a különbséget a között, hogy alkoholista leszek, és kiugrok az ablakon, ha máshol nem is az elsőről, vagy a másodikról. Nem bírom tovább, kiugrok! Tudod? Az azt, hogy megmondja, nem normális. Vagy a között, hogy itt vagyunk péntekenként, és nem csak mi magunk találunk reményt, hanem reményt adunk emberek százainak és ezreinek, hogy életet találtunk ebben a sötét világban, és örömet találtunk, ahogy Ernő beszélt róla, olyat, amely nem függ a körülményeinktől, amit senki sem vehet el tőlünk. Amen. Három lépés előre. Mennyei atyánk, csak kérünk téged, hogy segíts nekünk gyengéd, szerető kézzel megtenni ezt a három lépést előre. Hogy átadjuk magunkat neked. Hogy élvezzük azt az erőt, azt a hatalmat, amivel jár, hogy a seregek ura velünk van. Hogy Jákob Istene a várunk, amivel jár, hogy te vagy az oltalmunk, te vagy az erősségünk, és mindig, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Add, hogy bátran hirdessük az evangéliumot, és ne csak másoknak, hanem magunknak is, és ne csak magunknak, hanem másoknak is, úgy, ahogyan azt kell. A tökéletes szeretet evangéliumát, amely kiűz minden félelmet, és add, hogy teljessé legyünk ebben a szeretetben. Teljessé. És minden képmutatás nélkül élhessünk, félelem nélkül, bátorságban. Ha még soha nem fogadtad el Jézus Krisztus, mint a megváltódként, a három lépésből talán ez az első. Ő az, aki ki akar vinni az égő házból. 2000 éve itt volt a Földön, élt és meghalt helyetted. Ha hiszel ő benne, örök életed van, mondd utánam, csendben vagy hangosan, akár itt vagy, akár hallgatod a felvételt, vagy nézed a videót, mondd utánam, hogy elfogadlak Jézus, mint a megváltómat. Adj nekem örök életet. Itt van köztünk Leona, Isten.